Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Ma a Driver San Francisco-ba fejező részével jöttem. Igazándiból kaptam négyféle képességet, valamint kaptam egy garást, amit el fogok mondani, hogy ez miért jó, hogy én megkaptam. A négy képességem egyszerű, viszont annál nagyszerűbb, ugyanis kaptam nitrót, amire azért nem igazán számítottam volna. Aha, éppen ledudálnak az útról, hát mondjuk haladni kéne. Különben belém jönnek és tönkre teszik ezt a gyönyörű autót, igen, itt már kaptam egy pofont. Kaptam nitrót, ami a kontroll lenyomására aktiválódik. Igazából ennyi. Hát kicsi kocsi megindult. Úgyhogy ennek kifejezetten tudtam örülni. Ez egy nagyon sok segítség volt, hogy ezt megkaptam. Valamint kaptam egy RAM nevezetű képességet. Igazándiból ez egy ilyen brutális löket, itt mutatom is, egy ilyen brutális löket, amitől tudunk ilyet csinálni, és mint látjuk, az autónk továbbra is ugyanannyira van összetörve, mint amikor elkezdtem a videót, ugyanis ennek a RAM-nek direkt ez a képessége, hogy más autóban nagy kárt teszünk, viszont a sajátunkban nem lesz kár. Abszesz újt ki az útról, mert különben letolnak, és igazándiból ennek a RAM-nek ez a képessége. Valamint kicsit ugye tovább haladtam a játékkal, ezért azóta nőtt a térképem is. Vagy inkább bejövök a járdára. Nőtt a térképem is, ami miatt muszáj volt ezt a shiftet növelni. Úgyhogy mint látjátok, a térkép jobb oldalán van egy ilyen, hogy zoom out. Kaptam egy ilyet, és mivel azért igencsak nagyot nőtt a térképem, ezért szükségem volt egy ilyenre is. Ha fülhallgatom vagy, még lehet hallani a szívverést is. Ugye? Nagyon vagasz. Igazándiból még amit meg akartam keresni, az a garázs, velem szemben van elméletileg, igen, már látom is. Itt a garázs. Ez igazándiból azért jó, mert belépünk. Itt tudsz autót venni, amiket hogyha megveszel, utána azt megtalálod az utcán. Azért mondjuk itt személyes kedvencem az Audinak ez az RS Coupé verziója. Szép, gyors, erős, könnyen irányítható. Mégis ez a fontos. Vannak fejlesztések a garázsokban. Ez igazándiból annak a csíknak a hát ilyen növelője, amiből a RAM és a Nitro táplálkozik. Ugye ettől tovább bírja, ennek az egyes verziója már megvan. Recharge igazániból szerintem egyértelmű, elég gyorsan vissza tud tölteni. Token Finder tokenek keresésére igazániból jó, de hát van másra is 10 000-em, ugyanúgy, mint ennél a Trailcam-nál. Soha nem vettem meg, nem tudom, hogy pontosan hogyan néz ki mind a kettő. Vagyis egyik sem tudom, hogyan néz ki igazániból. De itt van ez az Incom Multiplier, ez például rohadtul kell, aki komolyabban gondolja itt az autóvásárlást itt, meg ilyen dolgokat, annak ez nagyon fog kelleni, ugyanis hogyha ezt megveszed, akkor több pénzt kapsz mondjuk driftelésért, ugratásért, meg ilyenekért. Hát hagyjuk el a garást, ja igen, vannak még ilyen challenge-ek, ezt hozzáteszem, itt vannak ilyen move-ik, ilyeneket kapunk, hogyha összeszedjük a tokeneket, és akkor itt írja, hogy még azért van még bőven amennyit gyűjtenem kell, hogy az összes videót lássam, tehát még 47-et össze kéne gyűjtenem, ez teljesen esélytelen. Na, hagyjuk el a garást, igazániból most már ezzel a kis kupéval, azt hiszem. Igen, mert azért szerintem nagyon szép. Maga a kicsi kocsi. És amikor nem mozgok, akkor egy kicsit tisztább a kép. Elég szép. Elég szép. Még amit meg akartam mutatni, ez a különleges képességünk, ott lehet látni egy Z-t. Akkor jó, hogyha ugye megnyom a Z gombot, és a San Francisco teljesen ellenkező irányában vagyok, mondjuk eljövünk ide, szétnéztünk, de igazán tényleg vissza akarok menni a kocsimhoz, de nem tudom, hogy hol van. Én akkor megnyomom a Z-t, ugye magyar billentyűzeten Y, nem nyújtom hozzá, nem piszkáltam. Visszarakott az autóba. És azért ez, itt-ott azért nagyon jól fog jönni, bár ez a funkció eléggé érdekes, ugyanis küldetés alatt viszont másképp fog viselkedni.
Mert küldetés alatt, például, hogyha kergetünk valakit rendőrrel, akkor ez úgy fog viselkedni, hogy a több rendőrautó között tudunk ugrálni. Igen, rám ez azért megnöveli az autónak a sebességét elég rendesen. Tehát azért ez egy igencsak nagy segítség. Lehet látni, hogy ezt azért elhittük rendesen. És az Audinak nincs ilyen baja. Szóval azt szerintem nagyon összefoglalni egy kicsit több. Ja igen, összkerekes. És nagyon sok különbség van egy összkerekes, egy első és egy hátsó kerekes között. Most itt teljesen fel fogom tölteni a remet. Ilyenkor is gyorsul az autó. És ez a 90-150-re. 120-160-ra. Úgyhogy csak éppen hogy csak megnyomtam. És most 90-145-re. Már amennyire jól láttam. Hát igazándiból ez egy nagyon fontos képesség. Ezt az egész játék során használni fogjuk, kelleni is fog nagyon sok helyen. És hát igazándiból ennyi volt a Driver San Francisco, többet nem tudok nagyon róla elmondani. Akinek tetszett a videó, lájkolja. Ha kipróbálnád, akkor igazándiból kérdezz és tudok segíteni, hogy hol tudod megszerezni. Köszönöm, hogy megnéztél. Sziasztok!